epilálás, gyanta, borotva. Ezek már mind ősi módszereknek számítanak a modern és tartós lézeres kezelés mellett. Ma megyünk és kiderítünk mindent erről az új technikáról. Sőt, még egy tetoválást is eltávolítunk. Tartsanak velem! Ha először jön ide valaki, akkor hogyan kezditek? Megvizsgáljátok, hogy milyen bőrtípusa van, vagy kikérdezitek, hogy milyen problémái voltak, vagy mit kell először csinálni? Legelőször is eljön a vendég, és ki kell töltenünk egy beleegyezési nyilatkozatot, amiben tudunk, hogy a vendégnek a neve kötelező, a születési dátum, a telefonszám, és egy, ugye, ami a legfontosabb, az orvosi része. Sokan tartanak tőle, de egyszerűen most már annyira fejlettek a gépek, annyira fejlődik a technológia, hogy nyilván nem okoz, ugye a lézergép, mindenki elképzel egy sugárt. Ugye ez egy sugárkezelés, vagy egy ultrahang, ami átvilágítja az egész szervezetet, ez nem. Maga a lézer nálunk egy új technológiai gép, egy diadné lézer, ami a meleg és a fény egyesül, és így melegíti maga a szőrtűszőt. A gépünk nagyon jó ilyen háromfázisú hűtőrendszerrel rendelkezik, ami az első a gél, amit mert gélen dolgozunk. Ugye a gél hideg, utána jön maga a lézerfej, ami jó hűl, és a víz. Akkor ön aláír a beleegyezést. Beleegyeztem. Mielőtt elkezdjük, ha bármilyen anyajegy van, vagy ilyen kis keratómák, ezeket be szoktuk festeni fehér ceruzával, és akkor nyugodtan dolgozhatunk rajtuk is át a géppel, mert hogyha van nagy anyajegy, azokat meg viszont kikerüljük. Maga a gélen fog csúszni nekünk a fej, a lézer, nem fog elakadni, mert hogyha akadozik, akkor egy kicsit ilyen kellemetlen érzés lesz. Sok minden függ a vendégnek a fájdalom küszöbétől, de nem fájdalmas, ez nem fájdalmas procedúra, ez égési sérülés nem okoz. Nem ad ilyen nagyon nagy fényt most ezek a lézerek, ilyen, nincsenek ilyen nagy villantó részek, mert minden energia megy maga a szőrtűszőkre. Csinos. És hogyan hat ez amúgy a bőrünkre? Tehát olvasni olyan rémhíreket, vagy régebbi lézerezésről, hogy azért ez káros hatással van a bőrünkre? Vagy ez csak tévhit? A régei gépeket nem ismerem, de viszont ezek új technológiai gépek, ami maga a lézer, amelyeket dolgozunk, ez diódis lézer, ami csak egy ilyen meleg és a fény sugara. És akkor ez a meleg és a fény, ez behatol nekünk 808 nanomilliméterre, ahol pont van a maga szőrtűsző. A maga a bőrt nem égeti. Aki nagyon érzékel, mint aki nagyon fehér bőriek, azoknak lehet egy kis pirosodás. Vagy a kezelés után látszódik valakinek, hogy ilyen beduzzadnak egy picit a szőrtűszők, ilyen kis beduzzad, egy pirosság. De az ilyen minimálisan, kis minimális idő alatt az így el is, meg is nyugszik. Ha esetleg úgy van, valamelyik vendég azt észleli, hogy neki ilyen pirosodása van, nyugodtan kis bepantem krémet lehet rákenni, vagy egy kis pantennot, ilyen kis nyugtató krémet. A lézerkezelés után nem szabad nekünk 3 napig szónázni. Szóna, medence, ez nem szabad, mert ugyebár a klóros víz, a sós víz, ugye ez nem tesz jó. De fürdeni, zuhanyozni lehet? Lehet, persze minden úgy van, az mindent szabad, ugyanúgy meleg vízbe, ahogy mindig a megszokott. Nyáron ugyebár ha az arcot nem ajánlatos kezelni nyáron. Nyilván van, aki bekerül ebbe 5-6 hétbe, hogy kezelni kell az arcot, akkor 50%-os napvédekrémet kell használni minden nap, legalább egy héten át. Mert pigmentációt okoz, és ahogy mondtam is, a pigmentációval viszont nagyon nehezen tudunk bármit is kezdeni.
És hogyha valakinek közben valamilyen hormonális változása van, tehát vagy teherbe esik, vagy esetleg valamelyik hormon szintje megváltozik, ez befolyással van? Mondjuk a szőrnövekedése nyilván? Igen, felborul az egész hormonházrendszer a kismamáknál. Például, hogyha eljött a vendég, és még nem tudta, hogy teherbe esett, és mi csináltuk a lézeres kezelést, kárt nem csinál se anyukának, se a kisbabának. Annyi lesz, hogy nem fog kihullani a szőrre, nem abban a mennyiségbe, és csak evéget nem lehet kezelni, mert nem lesz meg nekünk az az eredmény, amit elvárnánk. Na most miután befejeztük, hogyha a vendég úgy érzi, hogy mindenütt át van melegítve a testrész, akkor ilyenkor befejezzük a kezelést. Jó. Letöröljük a gélt, ami a gél, amik minimálisan megmarad, ugye hidratálni fogja a bőrt, nem fogja szárítani, hanem meg hidratálja. Milyen nehéz beszerezni ezeket a gépeket? Vagy egyáltalán hol lehet ilyeneket? Vagy annyira drágák? Beszerezni ezeken nincs is gond, nyilván egy kicsit drágák. Most én dolgoztam ezelőtt a kórházban, 12 évig nővérként. Utána jött nekem ez az ötlet, hogy leszek kozmetikus, mert ihletet kaptam, szerettem ilyen arctisztításokkal foglalkozni, szemöldöközéssel. És mikor én belefogtam ebbe a szakmába, én nem is gondoltam volna, hogy ez ennyire fejlett maga a kozmetika, eszembe se jutott volna. Úgyhogy én dolgoztam először az Afrodita szépségszalonban és a kórház mellett. És akkor jött egy ilyen kis pályázati lehetőség az EGAN-e, de ez ilyen kicsi vállalkozásoknak, mint mi, és ez viszont ilyen nagyon nagy segítség volt. Úgyhogy meg tudtuk pályázni a gépeket, ami ugyebár nagyon segített nekünk, hogy ugye fejlesztjük saját magunkat, és tudjuk mi is fejlődni vele, és ugyanúgy tudjuk a vendégeknek is jót csinálni, és ugyanúgy nekünk is. Nagyon szépen köszönöm a kezelést, legközelebb is fogok jönni. Én úgy hallottam, hogy ti foglalkoztok tetoválás eltávolítással is. Na van nekem egy tetoválásunk, már nagyon régóta el szeretnék távolítani, ezt meg tudjuk most csinálni? Igen, meg tudjuk, és csak megnézem, hogy milyen és hol van. Ehhez ugyanaz a gép kell, vagy egy már teljesen másik gépet? Nem, nyilván teljesen más gépet használunk, mert a lézer szőrtelenítés ez egy diódis lézer, a tetoválás eltávolítás az viszont használunk neodim lézer, tehát teljesen két különböző lézerű van szó. A diódis az csak a szőrt távolítja el, a neodim az meg viszont a festéket. Ugye kétfajta fej megy a géphez, van amelyik a meleg színeket eltávolítja, mint a zöld, a pirosat nem távolítja el, mivel piros pigment és piros maga a lézer, és nem érzékeli, egymást neutralizálja. Uh-huh. A következő, a második, az a 532-es fej, és maga ami feketés szint, a hideg színeket, ami eltávolítja, az 1064-es, és kétfajta fejegységet használunk, és hogyha színes tetoválásról van szó, akkor a fejeket cserélünk. Én mindenhol azt hallottam, meg ezért nem ismertem eddig megcsinálni, hogy a tetoválás az nem fáj annyira, mikor csinálják, mint mikor távolítják el. Ez valahon igaz, és viszont sokkal több idő kell, hogy eltávolodjon, mint az idő, hogy megcsináljuk. Ugye ez embertől függ a festéktől, hogy milyen mélyen van maga a festék, és akkor attól függ, hogy a lézer is hogy fogja eltávolítani, mert ez úgy működik, hogy ez bontja, a lézer bontja maga a festéket. Ez marad úgy, ahogy volt, és egy hónapon belül a festék, ez maga a limfa, a nyirokcsomókon keresztül, ez fog távolodni. Nyilván kell leszinni egy hétig ilyen szorbexet, uh-huh. ilyen gyógyszereket, ami ugye segíti ezt a méreganyagot, mert ez a festék, ez egy méreganyag lesz a szervezetben, ami a lézer felbontja, és hogy ennek ki kell távolodni. És nyilván, mint minden, a méreganyag, az távolodik a nyirokcsomókon keresztül. Hú, na jó, akkor lássunk neki. Lássunk. Ugyanúgy, mint a lézereszőrtelenítésnél is, itt is ugyanúgy a vendég kitölt egy beegyezési nyilatkozatot, ahon tudomásul veszi, hogy a tetoválás egy lézeres kezelés után nem fog eltűnni, mert ennek ugyanúgy kell egy hónap, hogy halványodjon. Egy hónap után a vendégnek vissza kell jönni, hogy megint kezeljük a területet, és a tetoválás minden egyes alkalommal fog mindig halványodni és halványodni. Tehát most, hogyha lesz egy kis igen. kezelés, akkor rögtön látható lesz valami, vagy nem? Egyetlen? Most rögtön nem fog látszódni semmi, most nem lesz látható. Egy hónapon belül
fogod azt észlelni, hogy ez fog mindig halványodni, te maga tetoválás. Nyilván több idő kell lesz neki, hogy eltűnjön, mint amennyi idő kellett, hogy megcsináld. Biztos nem kell helyi érzéstelenítés? Nem lesz rá szükség. Jó. Ennek a kicsi tetoválásnak körülbelül mennyi idő kell? Tehát hány kezelés? Vagy ezt majd így akkor látjuk, amikor csináljuk? Amikor igen, úgy van, ahogy csináljuk. Nem tudjuk megmondani most neki pontosan, hogy most mennyi idő kell nekünk. Na, nyilván kiválasztottuk az 1064-es fejet, amik megy a sötét, meg a hideg színekhez. Ezt most felhelyezzük. Na, annyit csinálunk, hogy csak lefertőtlenítjük most a maga a területet. Ezt lefertőtlenítjük, és annyi kell nekünk, hogy száraz legyen a hely, és kész. Hirtelen mondom, meleget fogsz érezni, ilyen forró szúrást, egy kicsit. Jó, Istenem. Aha, de tűrhető. Jó. Szokott valaki visíteni? Nem. Jó. Milyen hatása van amúgy ez a bőre? Tehát hogy szívódik fel ez a, amikor a lézeres kezelés megtörténik? Hogy szívódik fel a festék? Vagy hova tűnik? A festék, a lézer szétbontja a festéket, és nyilván a nyirokcsomón keresztül fog távolodni. Ezért első hetekben kell lesz neked inni ilyen szorbentet, ilyen méregtelenítő gyógyszert, ami ugye be segíti, hogy hamarabb a festék kimenjen a szervezetbe, hogy hamarabb halványodjon. Folytatom. Uh-huh. Aludni, fürödni, bármi lehet azután? Igen, csak ugye nem fogod dörzsölni. Uh-huh. Na, egy kicsit ez így most lenyugszik, és mi még iszunk egy kávét, addig le is veszük a szalvétát. Jó. Hát nagyon szépen köszönöm. És mikor kell újra jönnöm? Egy vagy másfél hónap múlva. Az Aikido alapítója szerint betűk és szavak sosem tudják teljes pontossággal leírni az Aikidót. Ezért mi sem fogunk ezzel próbálkozni, hanem megyünk és kipróbáljuk. Én aikidozom már 10 éves koromtól, az már 15 éve kávé. 15 éve gyakorlok, egyedül még mai napig is járok edzésekre, van edzőm, akinél tanulok, és már 8 éve azt hiszem edző vagyok. Jelenleg van 4 csoportom, akiket tanítok. Mesélj nekünk az aikidóról, mi ez egyáltalán? Vagy az egy harcművészet, vagy egy sportág, vagy minek nevezhető ez pontosan? Honnan indult? Az aikido az egy japán eredetű harcművészet. Ó-szensei Morihei Ueshiba volt a létrehozója, ő teremtette az aikidót. Az a lényege, hogy te megtanult magadat megvédni, úgyhogy ne tegyél semmi kárt abba, aki téged támad. Az aikido lényege az, hogy kibillesd az ellenfeledet az egyensúlyából, és vagy végrehajtasz rajta dobógyakorlatot, vagy pedig leszorítást. Azt olvastam, hogy az aikidóhoz egy magas szintű szellemi tudás is kell, mert hogy úgy összpontosul a kettő, hogy nem csak a fizikai, hanem a szellemi lét is valahogyan együtt működve úgy lesz valakiből jó aikidós. Ez mit akar igazából? Az, aki létrehozta az aikidót, Morihei Ueshiba, nem szerette volna azt, hogy az aikidó segítségével valaki ölni tanítson, vagy kárt tenni az ellenfelébe. Ő az aikidót nem rosszra akarta felhasználni, hanem csak jóra. Ezért edzések során nincs olyan, hogy valaki valakinek szétveri az orrát szándékosan. Mi próbáljuk úgy gyakorolni, hogy senkiben ne essen kár. Gergő, mesélj nekünk, hogy Kárpátalján mennyire elterjedt ez az aikidó, kik foglalkoznak vele, vagy milyen nagy kultúrája van ennek igazából itt? Kárpátalján már kb. 30 éve van aikido, és jelenleg a mi szövetségünk egyik a legnagyobb közé tartozik, ami létezik Kárpátalján. Nálunk a
szövetségben van 15 fekete öves, aki már elérte a fekete öv szintet. Van nálunk 6 edző, és több mint 200 gyerek edz nálunk. Mi foglalkozunk egyaránt gyerekekkel és felnőttekkel is. Gyerekek részére vannak évente edzőtáborok, több edzőtábor, 3-4, és amin elsajátíthatják az önvédelmi fogásokat, folyton valami nehéz feladatokat próbálnak megoldani, legyőzni együtt, csapatmunka, csapatszellem. Van nyári tábor, ahol nem csak az aikidóról szól, hanem kimegyünk együtt a hegyekbe, ahol a gyerekek együtt szocializálódnak, együtt töltnek rengeteg időt, összebarátkoznak. Ez is az edzések egyik nagyon fontos része, ahol megtanulnak csapatba dolgozni. Mutasz nekem pár dolgot, vagy hogy hogyan kezdjük el eleve az egész foglalkozást? Persze. Az összes fogást aikidóban meghajlással kezdjük. Kezünket leszorítjuk magunk mellé, csinálunk egymásnak. És nézünk egymásra? Na, előre nézünk. Ez a tiszteletjele? Ezzel kifejezzük a tiszteletjelét. Igen, ez a tiszteletjele, hogy én rád bízom a testemet, az egészségemet a kezedbe, hogy te vigyázz rá, és te is ugyanezt. Hogy ne törjük össze egymást. Igen, hogy ne törjük össze egymást. A legelső fogás, amit általában a gyerekeknek szoktunk mutatni, ez egy leszorító gyakorlat, amikor te fogod a karom, te támadsz, nekem pedig 3 lépésre van szükségem arra, hogy leteperjelek a földre. Az első, én kilépek oldalra, oldalra húzom a kezem. Igen. Második, lépek előre, leszorítom a könyöködet, te lemész, az egyik lábodot behajlítod. Oké. Okay. Lejössz. Aztán lépek még egyet előre, és kibillentlek egyensúlyodból, hogy lehasalj. Ez az első fogás, amit a legegyszerűbb és a legkönnyebb úgymond elsajátítani. Mutatom még egyszer a másik kezedre. Ja. Ezt ájhámi pozíciónak nevezik, amikor egyforma a kéz a bal a bal, bal támad a balra, a jobb a jobbra. Van több pozíció, de ez az egyik a sok közül. Meg oldalra, előre, és le. Kész. Okay, most próbáld meg te. Na, erre. Én támadok. Bal lábad bal van elől. Ma... Várjál. Arra az oldalra. Balra bal, ide. Igen. Megfordulja? Jobb jön előre, és leszorítod a könyököm. Leszorítom a könyököd. Igen, és ballal mész oda előre, és... És elhúzlak. Lejjebb, igen. Így. Így? Úgy, a végén pedig letérgyelsz mellém, lerakod a térgyet, mind a kettőt. Igen. A... Ez melyik? A jobb. Jobb a jobb van a bordámnál. Igen. De így? Igen. Úristen. A bal pedig a könyökömnél. Úristen. És így, ha... Szorítsz engem le, akkor nem tudok felállni. Mert ha messzebb vagy tőlem, akkor fel tudok állni, és meg tudlak támadni. De innét te engem leszorítva fogod, és... És ez nem számít, hogy én kevesebb kiló vagyok, mint te? Nem, mert ebben a pozícióban el fog törni a karom, hogy ja. Igen. Ja. Ez az aikido, úgymond, tromfja, hogy a kisebb és a soványabb és a gyengébb is le tudja győzni az erősebbet, ha tudja, hova megy és mit csinál. Arról olvastam, hogy mivel az aikidóban van, amit te is mutattál, hogy ide is el lehet végezni, ide is. Tehát, hogy balra is dolgoztok, meg jobbra is. Az serkenti az agyműködést azért, mert hogy a bal és a jobb félteke is működik? Igen, ennek segítségével úgymond a
gyerekek hamarabb megtanulnak mindent, és jobb lesz tőlük a koordinációjuk, mert mindent végrehajtunk jobb és bal oldalra, egyaránt bukfencezünk jobb és balvára is. Jön-e úgy valaki ide, hogy ilyen egészségügyi problémával küzd, akár gerincferdülés vagy valami, és akkor hogy ez kicsit segít, ahogy te is mondod, hogy a koordinációjukon segít a gyerekeknek? Igen, vannak több okok miatt jövő, úgymond emberek, gyerekek, emberek, hogy ki miért szeretne, és az Aikido segít abban, hogy a test erősödjön, mert ugye az edzés nálunk egy óra, másfél óraból áll, ahol nem tudom, lehet több százszor is le is fel kell állni, és ez a gyerekek, akik élvezik, észre se veszik, hogy mekkora fizikai munkát végeznek, mert le fel, és ez folyton hazamennek is jól alszanak. Lábizmot, hátizmot. Tehát az összes izomcsoportra igazából kihatással van. Igen. Még egy fogás. Először megmutatom neked az alaplépés, miből áll. Állok melléd, ezt fogjuk csinálni. Állj, légy szíves, itt vagy itt mellettem. Jobb láb van elől. A hátsó lábunkkal lépünk előre, megfordulunk, és az elsőt elvesszük hátra. Igen. Ezt úgy nevezik az Aikidóban, Rimiten Kan. Ez ilyen forgás. Egy, kettő. És ehhez a lépéshez hozzáadjuk a karunkat, fölemeljük és leengedjük. Föl, le. Kb. Így. Most megpróbálom megmutatni párba. Bejöttem, fel, és aztán le. Ennél a mozdulatnál az én feladatom helyes távolságot választani, és amikor bejövök melléd, átbújok, ennél a fogásnál át kell bújnom a könyököd alatt, és a csuklódat leszorítom a hátadon. Ide, le a vállathoz és a földre. Vannak az Aikidóban kontrollok, az azt jelenti, hogy én teljesen kontrollálom a szituációt, és megmutatom neked, hogy innét nincs esélyed felállni. És ha próbálkoznék, eltörne valami? Lehetséges. Innét, hogyha fáj, akkor úgy jelzük, hogy kopogunk. Ezzel a szabad kezeddel, igen, 2-3-ot kopogsz, akkor elengedlek. Lassan húzom felfele, amikor érzed, hogy fáj, akkor kopogsz. Amikor kopognak, rögtön elengedjük. Akkor nem él vissza senki a hatalmával. Tehát kopogsz, akkor elengedtetted. Igen, ez az alapszabály. Jó. Most megpróbálod te. Ugye, bejössz ide. Jó, várj, lépek. Erre a hasaddal én hozzám. Igen. Fordulsz. Oké. Okay. Átbújsz a könyököm alatt. Átbújtam. És a csuklomot le. Igen. És térdeljek rád? Igen, azzal térdelsz rám, és most a csuklomat húzod a hasadhoz. A hasamhoz. Igen. Így? Igen. Ilyenkor feszül itt, itt és itt is. És most már érzed, hogy fáj? Vagy még nem? Picikét jobban már. Várj, húzzam még. Ki van jól nyújtva az én karom. Húzhatod jobban. Jó, van, húzom. Jó. Gyere. Arról olvastam, hogy a mesteretek is, aki feltalált az Aikidót, az is 86 éves koráig még végig aikidózott. Tehát ez mennyire aktivizálja az embernek a testét? Mennyire jobb lesz a tűrő, meg a tűrőbíróság és az állóképessége? Hát a rendszeres gyakorlat igen jó hatással van majdnem minden izomcsoportra, minden izületre, mert a folytonos gyakorlás úgymond aktivizálja az összes izomcsoportot, mert mi folyamatosan támadunk, esünk, gurulunk, pördünk, és az a aktív életmód igen jó hatással van, ez bebizonyította Ó-szensei is életeivel, és rengeteg edző van a mai nap is, hogy 70, 80, 90 éves korában még
edzőtáborokat vezetnek, és igen jó példát mutatnak nagyon sokunknak. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Örömmel tapasztaltam, hogy rengeteg jó ötletet kaptunk Önöktől a műsor témáit illetően. Továbbra is írjanak, és ha van Önökhöz közel álló orvos, akkor róluk se feledkezzenek meg. Mi szívesen bemutatnánk őket. És ne feledjék, Facebookon itt vagyunk elérhetőek, Instagramon pedig ezen a címen.